Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Nem félünk a farkastól. Írta Aszlányi Károly Elektronikus változat Budapest Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület 2016 Készítette az Országos Széchenyi Könyvtár e-könyvtári szolgáltatások osztálya. ISBN 978-615-5557-54-5 online MK 15292 Tartalom Tjúkszem és vérbosszú, mire kötelez a nemesség a polihimnia fedélzete? képek Dom múltjából, mi a különbség a spanyol és a korzikai vérbosszú között. Don Gomez szerelme. Halálfélelem, utolsó kísérletek, minden csődöt mond. Utazás a becsület körül. Szemrebin és fia. Bika viadal, a farkas fél a báránytól, már Veterton úr se fél a farkastól. Calverston piedesztára emeli egyetlen spanyolját. Végrendelet, Calverston nagy napjai. Vendégjog, különös küzdelem, robbingékkal senki sem törődik. Az elveszett gyermek, a kiábrándító valóság, nem mint spanyol, ami fénylik. Fog magára talál. Tyúkszem és vérbosszú, mire kötelez a nemesség, a polihimnia fedélzete. Lehet, hogy Sam Datsworth hatása alatt, lehet, hogy valami színes prospektus hívásának engedelmeskedve, Archibald fog élete 51. évében elhatározta, hogy megtekinti Európát. Archibald fog nem más, mint a ma híres Calverstoni vas és sejem kitermelő RT elnökigazgatója, amely társasága nyersvas elhasznált termékeiből másodrangú sejem harisnyát gyárts, ami azután még mindig fennmarad, abból köhögés elleni cukrot. Fog annál is inkább áthajózott az elmúlt nyáron az óvilágba, mert erre felesége és lánya kérte. Márpedig amit ez a két, csak nem egykorúnak látszó szőke hölgy kért, az arcsibált fog fülében parancsként hangzott. Foggék, tisztességes jenki családhoz illően nem sokat tudtak Európáról. Európában terem a kölni víz, a sör, a múzeumok, a szélhámosok és a népszövetség mondta Leila fog, arcsi felesége, főleg óvakodnunk kell majd a szélhámosoktól, akik áruhában csapatostól járnak az amerikai milliomosok körül és mögött. Természetesen ez erős túlzás volt, és aki ilyen nyitott szemmel nézi az életet, mint foggék, arra semmiféle szélhámos veszélyessé nem válhatik. Arcsibált fog és családja tehát sértetlenül hajózott be a mély járatú polihimniára s mindössze kofereik mélyén csempésztek hazafelé néhány nagy értékű képet és műtárgyat, amelyről nem tudták, hogy hamisítvány. De ez csak szerencse volt a számukra, mert az Egyesült Államok vámőrei megtalálták őket, s elismerően állapították meg, hogy egy vasat sem érnek. Foggékkal utazott még egy Calverstoni fiatalt ember, Jeremiah Vetterton, aki három évi fizetését vette fel előre, hogy foggékkal mehessen Európába, s erre bizonyal súlyos okai voltak. Fognak nem tetszett, hogy ez a fiatalember velük utazik, és több ízben megesküdött, hogy agyon lövi, ha eszébe jutna bizonyos hátsó gondolatokkal közeledni a lányához de megakadályozni nem tudta, hogy Jerry Vetterton ott lebzseljen a felesége és lánya körül. A polihimnia fedélzetén a Nemzetközi Jótársaság adott egymásnak találkozót. Voltak itt bárók, márkik, grófok, sőt hercegek is és voltak pillanatok, amikor Missis Fog maga is terhesnek találta Jerry jelenlétét. Ilyen pillanatban Jeremiah és Feni félre vonultak, és a fiatalember egy sötét sarokban huzamos ideig esküdözött Feninek, hogy szereti. Nem tudjuk elképzelni, hogy Feni végül is ne hitte volna el. De ez a pisze, platinahajú csöpség nem sokat törődött Jerry hódolatával, amely egyelőre csupán holdfényes hasonlatokban jelentkezett. Kellemes társaság, itt a hajón, mi? Jegyezte meg Mrs. Fog egy nyugvószékben. Mr. fog kelletlen arcot vágott. Igen, mondta, csak az a fekete, ott, az néz rám olyan furcsán. Folyton úgy néz rám, hogy a hideg fut végig a hátamon. Nem is rád néz, mondta Mrs. fog. De nekem úgy tűnik. A fekete úrvalóban holló fekete volt, szemei villámlóan tekintettek körül. Gőgös sasorra a régi spanyol hódítókra emlékeztetett. Vagy esetleg Cézárra, de pocak nélkül. Mert ez a fiatalember karcsú, magas, széles válló és igen csinos volt. Fogné érdeklődéssel nézegette. Vajon ki lehet? Suttogta. De fog úr összerezzent. Még meghallja, aztán idejön és bemutatkozik. Amióta ezt az embert megláttam, azóta rosszul érzem magam a hajón. Jeremiah Veterton épp így volt vele. Rendes amerikai polgárnak nem esete a villogó szem és sasor. Lehet, hogy valami sejk, gondolta és el fogja rabolni Fenit. Kérdés, hogy Feni azért nézette folyton a sejk után, mert maga is óvakodott az elraboltatástól, vagy pedig ellenkezőleg. De a fekete gentleman nem törődött Fenivel, sem Mr. Foggal, sem Mrs. Foggal, se Jeremiah Vetertonnal. Folyton az eget kémlelte, gondolatban pedig egymás után lőtte le a sírályokat. És a sors mégis úgy akarta, hogy az utazás harmadik napján. Valaki azt kiabálta, hogy Föld. Erre minden ember a hátsó relinghez szaladt, Mr. Fog is, mintha még sose látott volna földet. És a nagy szaladásban a fekete gentleman, nyilván véletlenül, rálépett Mr. Fog legfejlettebb tyúk szemére arra a tyúk szemre, amely úgy tudott fájni, mint a szív, tavasszal, az első szerelmi csalódás után. Fog úron átvillant a fájdalom, és nem látott, és nem hallott. Marha! Kiáltott harsányan, és csak ezután vette észre, hogy a fekete szemű úriember volt az, aki te szócskával illetett. Ő volt az, aki a lábára lépett. Fog úr most már szívesen vonta volna vissza, amit mondott különben sem volt verekedős kedvű ember, ezzel a feketével pedig amúgy se kívánta összemérni izmait. De a sértés már elhangzott. A fekete fiatalember elsápadt. Szénfekete szemöldökei alig észrevehetően megrándultak. De nem szólt semmit, csak elővette névjegyét és átnyújtotta a köpcsös amerikainak. Azután elment. A névjegyen ez állt. Don Gómez Ecsemajó este. Dalbrakka mitonya Heres Fumajosz. Semmi más. Fog nem egészen jó kedben ment le a kabinjába. Nem tudta, mi a teendője, homályosan emlékezett egy francia múzeumra, amelyben pár bajterem is volt, mindenféle véres karddal és bárdal és hatlövetű pisztollyal. Nem merte megmutatni feleségének a névjegyet. Csak a Stuartól kérdezte meg mondja, ki ez az ember. Ez egy spanyol don. Felelte a pincér nagy tisztelettel. Húsz bőröngye van, két kajütje is azt mondják, a családjában hagyománya a vérbosszú. Vérbosszú? Igen. Ez már így van a donoknál. De a don, az valami kozák, nem? A Stuart vállat vont. Ez spanyol, mondta, az bizonyos. Köszönöm. Öt dollárt adott a Stewardnak és magára zárta az ajtót. Olyan rossz sejtelmei voltak, mint 1930-ban, a tőzsdekra előtt. Akkor azonban az utolsó pillanatban kidobta a papírjait. De Don Gomez e e dal B. Mö jö, fumajoszt nem tudja kidobni a hajóról. A feleségének megüzente, hogy beteg és korán lefeküdt. Képek Dom Fumajos múltjából. Mi a különbség? A spanyol és a korzikai vérbosszú között. A vacsoránál fog úr nem jelent meg. Véletlenül Missis Fog és Feni éppen a spanyol mellé került, és a spanyol az egész diner alatt őket szórakoztatta. Igen, mondta, a fumajoszok mindig vigyáztak a becsületükre. A törött tör a vérbosszú jelvénye címerükben akivel egy fumajosz vérbosszúba kerül, annak a sarkából nem tágít, amíg meg nem ölte. Az asztalnál csupa amerikai ült, és a szavakat morajló tetszés fogadta. Don Gomez stb. többi. Fumajosz tovább fűzte gondolatait. Aki egy fumajoszt megsért, mondta, az gondoskodhatik papról és temetésről. Azt keresztül szúrom. És keresztül szúrta a rostélyost, amely előtte feküdt a tányéron és a mi vérbosszunk sokkal kegyetlenebb, mint a aki. Mert a korzikai, ha kimondta a vérbosszút, azonnal megöli ellenfelét. Nálunk azonban az idő nem számít. Mi nem tágítunk áldozatunk mellől, de hagyjuk, hadd remegjen az életéért. Néha hónapokig. Mrs. Fog majd elolvadt. Rajongva nézett az érdekes férfiúra. Milyen különös ember ön, Mr. Don. Fuvolázta Mrs. Fog. Nem Mr. Don. Javította ki a férfi kedvesen, hanem Don fumajosz. A szóval a Don önöknél ugyanaz, mint nálunk a mister. Nos, nevetett fumajosz úr, nem egészen ugyanaz. De olyasmi. Egyébként pedig nem azért meséltem ezeket a dolgokat, hogy érdekessé tegyem magamat. Ezek a családi hagyományok néha nekem is terhesek. Utóvégre civilizált embernek nem mindig van kedve ölni. Tavasszal néha direkt rosszul esik nekem. Rajongó csönd fogadta szavait. És ebben a csöndben úgy hangzott, mint a mennykőcsapás. Csak azért beszéltem a vérbosszúról, mert éppen ma küldtem el a csonkatört itt a hajón egy embernek, aki megsértett. Mő mi? Itt, csak ugyan. Ki az? Ilyen kiáltások repkedtek a levegőben. Fumajosz hanyagul a zsebébe nyúlt és egy cédulát húzott elő. Archibald fog olvasta. Mrs. Fog hátrahanyatlott a székében. Feni segítségére sietett. Jerry Veterton zavartan mosolygott. Ez önt meglepi, asszonyom. Dom Fumajos sajnálattal látta, hogy az amerikai nőkben semmi virtus nincsen. Talán ismeri ezt az urat? A férjem? mondta Mrs. Fog. Nem baj, felelte a spanyol, asszonyom még olyan fiatal. Egész bizonyosan talál majd ilyen férfit újra, ha Mr. Fog már nem lesz az élők között. A jelenlévők kellemesen megborzongtak. Mrs. fog, leányával és Jerryvel elhagyta az éttermet. Azonnal a hajórendőrségre mentek és előadták a dolgot. Brissy Waxton parancsnok azonban álmos volt és Don Fumajoszt nagyon jóra való embernek ismerte. Húsz bőröndel utazik, mondta, az ilyen emberről nem lehet feltételezni, hogy semmiségek miatt gyilkoljon. Rossz vicc az egész. De hát a rendőrség, mondta Leila Fogg a rendőrség csak akkor tehet valamit, ha a büntényt már elkövették. De legyen nyugodt, asszonyom, felültették magukat. Ma már nincs vérbosszú. Amikor fog úr energikus zörgetésre kinyitotta a kabinját, egy csonka és rozdástört találtak a kezében. Azt szorongatta üveges szemmel. Tudtam, hogy ez a szörnyeteg nem oké nélkül pislog rám napok óta. Itt van a levél. Feni felolvasta a levelet. Tisztelt Uram! A Fumajosz nemzetség ősi katalán törvényei szerint lovagiasan bejelentem Önnek, hogy e pillanattól kezdve vérbosszúban állunk. Vérbosszúm ellen védekezni joga van, azonban ez, lovagiasan közlöm Önnel, teljesen céltalan és reménytelen. A vérbosszú törvénye felbonthatatlan és csak a halállal szűnik meg a vérbosszú nem ismer kíméletet, rokonságot, bocsánatot, sem részvétet. A vérbosszú kiterjed minden életfunkcióra. Hatáját soha sem veszti el és céltalan az is, hogy a hatóságokhoz forduljon, annál is inkább, mert ez esetben 24 órán belül ön eltávozik az árnyékvilágból. A vérbosszú tartama alatt alulírod kötelezően lemond arról, hogy zenés helyeket látogasson, vagy táncmulatságokon vegyen részt. Ellenben kötelezi magát arra, hogy nem ismer más célt, programot, ideált és törekvést, mint azt, amelyet az önnel szemben fennálló vérbosszú előír. A vérbosszú szent és lovagi szolgálatai megkívánják a társadalmi szokásokhoz való ragaszkodást. Miután a Fumajosz nemzetség tagjai nem ölhetnek meg a vérbosszú során olyan embert, akinél a társadalmi konvencióknak megfelelő módon az udvariassági és bemutatkozó vizitet nem abszolválták, alulírott tisztelettel bejelenti, hogy a hó 27-én, szerdán délután 5 korlátogatást tesz tisztelt cím 345-46-47 számú kabinjaiban és előre küldi kézcsókját a nagyságos asszonynak. A vérbosszú szent nevében teljes tisztelettel. Don ez ecsemajó este. Dalbrakka mitonya heres fumajosz. Ne remegi, mondta Mrs. Fog, majd Mr. Veterton megvédelmez. Ez a nyavajás. Fortyant fel Mr. Fog, ez a senki házi, ez védelmezne meg engem. Na hát jól nézek ki. Megmondtam, hogy ne lebzseljen a lányom körül. Nem adom éhenkórászhoz a lányomat. Jerry szomorúan mosolygott. Mister Fog most rajtam tölti ki a dühét. Kiabáljon talán Dom Fumajos izével. Fog találva érezte magát. Dühös pillantást vetett rá, és bemászott egy sarokba. Ez volt a szokása, ha dühös volt, a sarokból aztán dühösen fújt kifelé, mint egy sárkány. Hagyjatok magamra! mondta végül. Gondolkozni akarok! és igazat is mondott. Valóban akart. De amit ő gondolkozásnak nevezett, az nem volt ugyanolyan, mintha például Bernard Só gondolkozik. És így végeredményben nem jutott más megállapításra, mint hogy Gomezdon egy igazi bika lelkű európai, aki gyűlöli őt és meg akarja ölni, nem, erre más magyarázat nincsen. Pedig volt. Közeledett az öt óra, Don Gomez Fumajosz látogatási ideje. Erre a látogatásra a fogcsalád úgy készült, mintha valami gyászünnepség lett volna. Fogplédekbe burkolózva ült a teásasztal mellett, és mégis folyvást remegett. Fogné idegesen púderozta magát minden percben újra. Veterton úr igyekezett bátornak érezni magát. Nem tudjuk, hogy ez mennyiben sikerült neki. Feni a térdein dobolt és inkább kíváncsi kölyöknek látszott, mint ilyet úrhölgynek. Pontban öt óra után belépett a Stuart a spanyol úr névjegyével. És rögtön utána maga Gomez. Szertartásosan meghajolt, külön a hölgyek felé és külön az urak felé. Nagyon örülök, motyogta fog úr, a házigazda. Parancsoljon helyet foglalni. Köszönöm. Feni maga látotta te a elkészítéséhez. Nagy buzgalommal gyújtott lángot a szamovár alá. Don Fumajos terhes arccal nézte. Nem tudom, van-e tudomása arról, kedves Miss, mondta, hogy a vérbosszú szabályainál mi az egyetlen erősebb törvény. A vendégbarátság. No és? Csodálkozott Feni. Mi következik ebből? Az, hogy a vendéget nem szabad megmérgezni. Ez olyan régi szabály, mint maga Katalánia. Feni elnevette magát, akarata ellenére. De Mr. Fog rögtön elhatározta magát, hogy minél többet lesz Fumajosz vendége, amennyit csak lehet. Ezek a bolond spanyolok mégis csak találtak ki okos törvényeket is. Mrs. Fog fészkelődött. Ön egész komolyan. De amint a spanyol merev és elszánt arcára nézett, abba hagyta. Don Gomez megkapta a teát és keverni kezdte. Igen kínos szünet állt be. Feni hihetetlen hosszú szempillái alól lopva bámulta a dont. Íme nyugodtan ül itt az oroszlán barlangban. Kár, hogy ilyen mérges elvei vannak. Villáját úgy döfte bele a kekszbe, hogy Mr. Fog csak nem felsikoltott. Szép idő van, mondta végre Don Gomez. Fumajosz és a társaság egyik része rejtett fenyegetést vélt kiérezni szavaiból. Igen, szép idő van, így értette, de egyesek nem sokáig élvezik ezt a szép időt. Különösen Beterton úr érezte kínosan magát. Itt lett volna az alkalom, hogy bebizonyítsa a család előtt, micsoda férfi. De ő nem bizonyított semmit. Sőt, tekintettel arra, hogy a vérbosszú valamely család minden egyes férfi tagjára vonatkozik, nincs kizárva, hogy ez az őrült még Veterton urat is a családhoz számítja és megöli. Két nap múlva, nyögte kifog fogúr Amerika partjára lépünk. Ott más világ van és... Úgy érti, hogy nincs romantika és becsület és ilyesmi. Gúnyolódott Don Gomez. Ott okosabb emberek élnek, mint Európában, mi, Mister Fog nem felelt, de az arcán látszott, hogy így értette. Nos, mondta Gomez, akkor ki kell használnunk azt a két napot, amelyet még a tengeren töltünk, ön nagyon megveti az európaiakat. Felállt. Kár. Mondta. Európának is volt néhány nagy embere. Tudja ön például, hogy ki volt Johann Maria Farina? Valami filozófus, felelte fog úr Filozófus. Dom fumajosz helyben hagyólag bólintott. És felemelte a kezét. Fog hátrahőkölt. De a spanyol csak a kezét nyújtotta. Isten önnel. És adjon önnek erőt, hogy férfiasan viselhesse a történendőket. Ismét meghajolt a hölgyek felé is, és távozott. Fog megrogyott térdekkel állt a kajüt közepén. Dom Gomez szerelme. Vörös rész cintányér lebegett az árboc kötelek között. Vizes és kátrányos kötélcsomókon ült Feni és Dongomez. Jó apád, mondta Fumajosz, épp olyan gyáva és naív, mint amilyennek leírtad. Majd ha alaposan ráijesztettem, akkor mindenbe beleegyezik. Dongomez és Feni Monte Carloban ismerkedtek meg. Don Gomez elvesztette a pénzét, sőt még a manzsetta gombjait is és olyan arckifejezéssel ment ki a teremből, mint akit öngyilkossági szándék vezérel. Feni utána ment, megszólította és adott neki kölcsön 500 dollárt, hogy tovább játszék. A csinos, fekete fiatalember azonban nem játszott tovább. Kibérelt egy motorcsónakot, és Fenit jó messzire vitte a parttól. Kinn a hullámzó tengeren leállította a motort, megcsokolta Fenit és szerelmes szavakat suttogott a fülébe. Ennek következtében Feni másnap példálózgatni kezdett Mr. Fog előtt, hogy beleszeretett egy európai ősnemes fiatalemberbe és hozzá akar menni. Mr. Fog bámulatos energiával intézte el a dolgot. Torkig vagyok Európával és a nemesekkel és soha meg nem engedem, hogy európai emberhez menj feleségül. Ezeknek a feje tele van levegővel és szerenáddal. Ha még egyszer előállsz vele, ide gyógyintézetbe duglak. Ezt az eredményt Feni közölte Dongomezzel, akit időközben a szállodájából is kidobtak, mert nem fizetett. Ilyen formán továbbra is titokban tartották az ügyet és titokban hatalmas terveket szőttek most pedig itt ültek a polihimnia fedélzetén, hátul, a hold sütött és Mr. Fog nem tudott aludni a vérbosszú miatt. Te édes, suttogta Feni, te édes, tüzes, fiatal spanyolom, te! Karramba! Felelte Dom Gomez, most jut eszembe valami. Eredj le apádhoz és csalda játékszobába. Jó, csak még egy csókot. Feni oda forró és nedves száját, platina szőke fürtjei kellemesen csiklandozták Don Gomez fekete arcát. Tíz perc múlva Mr. Fogg ott ült a bankasztalnál. Tizenöt perc múlva Don Gomez vette át a bankot. Mennyi a tét? Förmet rá Mr. Fogra, a milliómos odanyomott 500 dollárt. Elúszott. Mennyi a tét? Fog úr nem mert kevesebbet mondani. Elúszott. Fel akart állni, de a spanyol kobra szemei visszaparancsolták. Tizenegyezer dollárt vesztettem, mondta a feleségének, amikor a kajütjébe ért. De ő nagysága álmos volt és nem érdekelte a dolog. Aludj, Archibald, motyogta. De Archibald nem tudott aludni. Már hajnalban ismét felöltözött és felment a sétányra. Még mindenki aludt. De Gomez fumajosz ébren volt és szembe jött vele. Megállt és rámerett áldozatára. Fog kiáltani akart, de nem jött hang a torkán. Megremegett, elfehéredett és a szívéhez kapott. Good morning! Emelte meg a kalapját Gomez és továbbment, gúnyosan mosolyogva magában. Fog összeszedte magát. Beállított Brisi Membaxton irodájába, és megmutatta a parancsnoknak a levelet, amit Gomez írt neki a vérbosszú proklamációját. De hát ezzel mi nem foglalkozhatunk, mondta a parancsnok, fogadjon magándetektívet, az van a hajón. Mr. Fog elment Ofstír magándetektívhez, és szerződtette. ír köteles volt egész nap és egész éjjel fog ajtaja előtt tartózkodni mégis, amikor délben fog bement a kajütjébe, ott találta Dongomest és Fenit. Hogy jött be? Kérdezte fog elfulladó hangon. Gomez vállat vont. Félretoltam a kémet, mondta a csonkatőrrel játszadozott. Fogszeme idegesen merett a tőrre. Valamint elbeszélgettem az önlányával, Miss Fa. Efe. Fi. Feni. Fenivel. Arról beszéltem vele, hogy mihez fog kezdeni, ha ön. De. Semmi izgalom! Felesleges! A katalán halál úgy jön be az ablakon, mint a kicsi szellő vagy a fecskefióka. Semmi árulónyom, semmi előzmény. Fog egy őrült pillanatában már abban kezdett reménykedni, hogy a szörnyű dongom ez beleszeret fenibe, és az ő kedvéért talán abba hagyja az izét. De Gomez hamar szétroncsolta ez utolsó reményszírmot is. Érdekes kis teremtés az önlánya, szenyorita Efe. Fi! Feni! Feni! Csak hogy annyira a véremben van a bosszú szelleme, hogy őt is gyűlölöm. Felállt és szeliden nézett fogra. Bocsássa szélnek ezt a magándetektívet, szenyor! Láthatja, úgy és ott jövök be, ahol akarok ismét felemelte a karját és fog hátraugrott. De Gomez csak köszönteni akarta a halálos ellenfelet és eltávozott. Gondolod, fenn, nyöszörgött a milliómos, hogy az életem tényleg veszélyben forog. Magam is ezen gondolkozom, papa. Felelte a ravasz kis nő, komoly embernek látszik a fiú. Legjobb lenne, ha pár bajt vívnátok, és akkor egyszerre túl lennél rajta. Hogy ne? Fog dühösen nézett a lányára. Majd kiállok, hogy összekaszaboljon, védtelenül. Miért? Csodálkozott Feni, hiszen neked is kard volna a kezedben. Na és? Engem ez a kard csak zavarna. Még elszaladni se tudnék miatta. Hát mit akarsz csinálni? Fog most már egész testében remegett. Minek is jöttem el Amerikából? egyetlen ellenségem van otthon, az öreg rebinszem, azzal se vérbosszúban állok, hanem kartelban. És most egy hajszálon lóg az életem és nem tudom miért. Halálfélelem, utolsó kísérletek, minden csődöt mond. Az órák kínosan teltek Mr. Fogg Be kell vallanunk, hogy Mr. Fogg rémképeket látott. De azt is be kell vallanunk, hogy más is rémképeket látott volna az ő helyében. De még külön lelki kínokat jelentett Arcsibált számára néhány szomorú felfedezés, amelyeket családi körében tett a vérbosszú napjaiban. Elsősorban rájött, hogy a hitvesi önfeláldozás olyasmi, ami már a Tamás bátya kunyhója óta nem létezik. Missis fog egyszerűen bezárkózott a saját kajütjébe és óvakodott meglátogatni a férjét. Másrészt Feni vidáman táncolt és szórakozott naphosszat és igen erős idegekről tett tanúságot. Kiben bízhatom? Gondolta Mr. Fog elkeseredve és undorral vetette el a gondolatot, hogy Vetertonnak vallja be, mi szerint halálfélelmei vannak. Persze, gondolta, otthon mindenki azt mondaná, hogy ő nem vette volna komolyan a spanyol fenyegetéseit. De könnyű ott beszélni, ahol nincsenek spanyolok ahol nincs vérbosszú. Ha ez az ember nem őrült, akkor komolyan kell venni a spanyol becsületről szóló fejtegetéseit. Ez egy más világ, egy őrült világ, de megvan a maga logikája, amelyel számolni kell, keserget fog úr, mi a fenének jöttem Európába. Ez volt a refrén. Végül is nem bírta tovább, hogy tétlenül üljön és várja a halált. Csöngetett. A Stuart bejött. Kérem Mr. Grussont. grusson Gruszon ügyvéd volt, fog még New Yorkból ismerte. Bezárkóztak és hosszasan tárgyaltak valamiről. Parancsoljon, mondta Dongomez az ügyvédnek, foglaljon helyet. Vérvörös pizsamájában, éles papírvágókéssel a kezében igen félelmetes látvány volt Dongomez, főleg ha az ember tudta róla, hogy spanyol. Mr. Grusson megértette foggot. Szenyor Fumajoszhoz van szerencsém. Kérdezte az ügyvéd végül. Don Gomez bólintott. Én Mister Fog megbízásából jöttem önhöz, és ajánlatot szeretnék önnek tenni. A spanyol úr csodálkozott. Nekem? Nos, igen, az ügyvéd végtelenül óvatos volt, tudom, persze, hogy ön előttem nem akarja nevén nevezni a dolgot. Én azonban mindent tudok és kérem önt, beszéljünk őszintén. Tessék, intett fumajosz hanyagul, beszéljen őszintén. Mr. Fog általam azt ajánlja önnek, hogy hagyja őt életben és ő fizet önnek 50 ezer dollárt, kis címletű bankjegyekben, amiknek a számát senki se nézi meg. Mit jelent az, hogy hagyjam életben? Csodálkozott Dom Gomez, nem értem önt. A vérbosszú, mondta az ügyvéd. Ha Mr. Fog azt hiszi, hogy én meg akarom ölni, akkor forduljon a rendőrséghez. Igen, igen, felelte az ügyvéd kényszeredett mosolyjal persze. De hiszen ön a rendőrség előtt épp úgy letagadná, mint én előttem. Sőt, a levelét is visszalopta, ami pedig az egyetlen írásbeli bizonyíték volt ön ellen de az ügyfelem azt hiszi, hogy ön a kellő alkalomra vár csupán, és közvetlenül a partra szállás előtt akar hm végezni vele. Ha engem a becsületemben sértett meg valaki, mondta most Gomez Ecsemajos a többi méltóság teljesen és megfontoltan, úgy azt nem lehet pénzzel elintézni. De uram, ötvenezer dollár. Még százezerrel sem. Hát mennyivel? Semennyivel. Az ügyvéd megijedt arcot vágott. Nem értem. Ügyfelem tudakozódott önfelől és megállapította, hogy ön izé igen kitűnő látszat mögött zilált anyagi viszonyokat takar. Ön a kártya nyereségeiből él. Tehát százezer dollár. Nem kell. Don Gomez felállt. Uram, ön egy szegény, de becsületes spanyol arisztokratával beszél. Eddig kíméletből nem bántottam önt, hadd fejezze be a mondókáját. De most aztán takarodjék! Felkapta a kést. Az ügyvéd eszenélkül menekült. És Mr. Fog az utolsó reményét is elvesztette. Egész éjjel ott állt az ajtója mellett a magándetektív és a Stuart és szegény Mr. Fog mégis ébren töltötte az éjszakát. Pedig nem volt mitől félnie. Don Gomez a fedélzeten sétált, Fenit átkarolva. Feni suttogott. Azt szeretem benned, hogy spanyol vagy. Azt szeretem benned, hogy nem vagy olyan, mint Mr. Veterton Jeremiah. Azt, hogy általában nem vagy olyan, mint az amerikai fiatalemberek. És ha kiderülne rólam, hogy az vagyok. Nevetett Don Gomez. Ó, rágondolni is rossz. Feni megborzongott. Simulj hozzám. És most már hagyd abba a vérbosszút. Apa meg van puhítva, ha most előállsz abbal, hogy elveszel feleségül, bizonyosan örömmel hozzád fog adni. Nem. Felelte domgom ez, ha most előállok ezzel, akkor vége a nimbusznak. Akkor többé nem fél tőlem, és sose egyezik bele a házasságunkba. De hát meddig akarod húzni? Apa már eléggé fél tőled. Nem akarom, hogy még jobban megijedjen. Ha partra száll. Don Gomez félbeszakította. Ide hallgass, mondta, be kell jutnom hozzá. Ez az utolsó éjszaka a hajón. El akarom érni azt, hogy a parton is melletted maradhassak, de ő tovább féljen tőlem. El kell csalnod az ajtóból az őröket. De nem ijeszted meg nagyon. Sőt, Végképp meg fogom nyugtatni, drágám. Bízd csak rám az egészet. Feni belátta, hogy mindez az apja érdekében történik, a magáéban is, és halk sóhajjal mindenbe belenyugodott. Feni lélek szakadva ért az ajtóhoz. Neki esett a magándetektívnek. Ott fent a fedélzeten, lihegte, a puskáját tisztítja. Puskáját? Revolverét. Siessenek. Kicsoda? A spanyol. Mind a ketten habozva álltak. Siessenek. Le kell fogni, mielőtt valami történik. Ha ott érik, most letartóztathatják a töltött revolver miatt. Valósággal kituszkolta őket a szűk folyosóról. Azután a sötétben gyorsan megcsókolta Dom Gomezt és eltűnt. Jó estét, Mr. Fog, mondta Don Gomez fumajosz és belépett az éjjeli szekrénylámpa fénykörébe. A kezében tör volt. Mr. Fog éppen a spanyol erkölcsök és népi szokások című könyvet olvasta. A könyv kiesett a kezéből. Halálos csend volt. Utazás a becsület körül. Uram! Könyörgött fog az ágyban fekve, könyörüljön rajtam. Ne bántson! Fiatal vagyok, előttem az élet, és le kell győznöm szemrobbingot és a fiát, akiről azt hallom, hogy idióta. Gondoljon a családomra. Mindenem a magáé, csak az életemet hagyja meg. Dongomesz Fumajosz nyelvén már ott volt a vallomás, hogy Feni kezéért minden további vérbosszúról lemond, de nem tudta kimondani. Tartott tőle, hogy fog azonnal átlátna a szitán, és egyszerűen kidobná őt. Sajnos, mondta síri hangon, holnap partot érünk. Ma kell elintéznem azt, amivel a becsületemnek tartozom, mert holnap esetleg már nem tudok az önközelébe közelébe férkőzni. Miért? Kapott a szónfog, legyen a vendégem Kalverstoni villámban, ameddig jól esik. Nem fogok elszökni, csak most ne bántson. Hipnotikus rémülettel merett a tőrre nagyon kedves, mondta Fumajosz, de a becsület szabályai szerint, amíg az ön leszek, addig nem bánthatom önt. Nem látszott, hogy fog túlságosan ellenne keseredve emiatt. Legfeljebb nem fog bántani, mondta, muszáj magának sietni ezzel. Pihenje ki magát nálam, teniszezzen, ússzék, bridgeyen, majd ha elmegy, akkor mindig ráér a vérbosszú gondolatával foglalkozni right, mondta Don Gomez, amit ön mond, az elfogadható. De a házon kívül ne találkozzék velem. Én nagyon megszerettem magát, öreg fiú, de az őseim szellemei folyton súgják a fülembe, hogy öljen meg magát. Csúnya ősei vannak panaszolta fogg és felkelt az ágyból. Kár, hogy ilyen módon kerültünk össze, magát tudtam volna használni az üzletemben, vagy szemrobbinggal szemben mondja, most már valósággal jó kedve kerekedett, nem akar vérbosszút alapítani feles alapon a szemrebin és fia cég ellen. Dongom ez elgondolkodott. Maga még mindig nem érti a spanyol lelket, mondta, a vérbosszú a lélek sérelmeinek testi elégtétele. Azt nem lehet megrendelni. A lányával beszélgettem a napokban, és mondhatom, amerikai lány létére teljesen megértett engem. Miért nem veszi feleségül, kockáztatta Mr. Fogg kérdést. Ne gondolja, hogy ez változást hozna a maga és én közöttünk levő viszonyban. A vérbosszú nem ismer rokoni köteléket. Tudja Isten, merenget fog Archibald, én valahogy biztonságosabban érezném magam, ha az apusa lennék. Hogy érti ezt? Maga nem ismeri Fenit. Ugyanolyan, mint az anyja azt csinálnák magával, amit akarnak. Majd adna Feni vérbosszút a férjének. Pofonokat, nem vérbosszút. Mr. Fog arcán valósággal kélyes öröm erre az elképzelésre. Titokban abban reménykedett, hogy ha dongom elvenné Fenit, az a lány kicsikarná tőle, hogy visszavonja a vérbosszút, és akkor ő maga is, netán, esetleg pofon Dongomest, vagy ilyesmi de a spanyol nem mutatott semmi hajlandóságot Feni irányában. Elfogadom a meghívását, mondta búcsúzóul, és amíg a házában leszek, addig nem bántom. De nem teszek semmiféle ígéretet arra nézve, hogy meddig maradok a vendége. Amikor egy szellőzőkémény alatt találkozott Fenivel, a lány izgatottan kérdezte. Nos, mi van? Diadal, mondta a férfi. Nálatok fogom tölteni a vakációt. Titkos vágya az öregnek, hogy feleségül vegyelek. Nos, és miért nem veszel? Még nem. Felelte, Dom Gómez. De miért nem? A férfi töprengett. Nézd, te nem szeretsz engem eléggé. Te a spanyolt szereted bennem, az egzotikumot, meg ilyesmit. Majd ha önmagamért fogsz szeretni, akkor... Másnap fog úr húzta a feleségét. Sugárzó arccal mondta: Meghívtam ezt a spanyolt kalverstomba. Megőrültél? sikoltott Missis fog. Nem. Sőt, mindent el kell követnetek, hogy minél tovább maradjon. Mert amíg ott van, addig a becsület szabályai szerint nem nyúlhat hozzám. Missis fog öntelt mosolyra húzta a száját. Jó, majd mindent elkövetek, hogy minél tovább maradjon. Mister Fog ismét részt vett az utolsó közös étkezésen. És egészen a kiszállásig folyton azt énekelte, hogy nem félünk a farkastól. Hanem a farkas az kezdett komolyan aggódni a saját jövőjéért. Pláne, amikor a parton első pillantása Mister és Mrs. Robbingra esett. Szemrebin és fia valóban, Sam Rabin volna fog úr egyetlen élő ellenfele, ha dongom váratlanul elköltözne az élők sorából. De hát nagyon valószínűtlen, hogy ezt megtegye. Sam Rabin New Yorkban él és szintén gyáros. Mint a legtöbb amerikai nagyiparosnak, neki is egyetlen gyermeke van. Ez az egyetlen gyermek természetesen komisz, munkakerülő, kalandéhes, de lusta fiatalember és a e pillanatban ne is kérdezzük Sam Robbingtól, hol van, mert szem maga se tudná megmondani. A rabbing és Fog közti közismert ellenszem személyi természetű ugyan, de tárgyi okai vannak. Hogy mik ezek a tárgyi okok, azt nem tudják. Talán Rabin egyszer egy igazgatósági ülésen azt a megjegyzést kockáztatta meg, hogy ő 7 kilóvasnak melléktermékeiből fél sejem harisnyával többet produkál, mint Archibald fog. Vagy Archibald fog egyszer azt mondta egy újságírónak, hogy Archibald fog különb üzletember szem Robbingnál, ha a műsejem kalóriaértékének export lehetőségeiről van szó. Így van ez a nagy és komoly ellentéteknél, itt vannak és itt lesznek örökké. De már senki sem emlékszik rá, hogy mi váltotta ki őket. Szemez év közepetáján, egy reggelen, amikor el akarta hagyni a villáját, részeg emberbe botlott. A részeg ember a széles teraszlépcsőn feküdt, fejjel lefelé és kisebb pénzdarabokat gurított az utcára. Körülbelül a 15. pénzdarab után a lelógó részeg úriember valamely számunkra érthetetlen belső folyamat következtében arra a megállapodásra jutott önmagával, hogy ő most valamilyen partit megnyert. Éppen ezért gyorsan legurult a lépcsőn, egy-kétszer megpaskolta a járdát maga körül, abban hitben, hogy a párnáit csapkodja, és pillanatok alatt elaludt. Ez a részek fiatalember volt Bill Rabing, az öreg sejemgyáros fia szempofon vágta a fiát, felráncigálván, bedobta az autójába, amelyet maga vezetett és a robbing irodák épületébe vitte. Intézkedett, hogy nyissanak szobát a fiának, lássák el munkával és minden reggel nyolc és délután két óra között kívülről zárják rá az ajtót. Ez így ment három napig. A negyedik napon már nem kellett rázárni az ajtót az ifjú robbingra, ugyanis be se jött az irodába. A következő nap se jött be. Harmad nap se. Egyáltalán szemrebing azóta se látta a fiát. Sőt, levelet se kapott tőle. Bill elcsavargott. New York nagy, a világ még nagyobb. Szem álma szerte foszlott, az az álom ugyanis, hogy Bill lesz az, aki Archibaldot letaszítja a trónról, Bill lesz az, aki fél kilóvasból egy egész görre csapatot műsejembe burkol. Most már szem csak azzal vigasztalódott, hogy a fogcsalád Európába utazott. Ez reménytkeltő volt, az átlag amerikai ugyanis Európát mocsaras, gázos pusztának képzeli, amelynek mérges iszapjában néhány múzeum és hadvezér úszkál, semmi több. Egészen bizonyos, hogy fognak valami baja történik Európában, Rabin nem kívánta ezt, de képtelen volt aggódni fog életéért. Belátta, hogy fiára nem támaszkodhatik, és kettőzött erővel vetette magát a sejem harisnyákra, értve persze azokat, amelyeket még nem húzott a lábára senki. Egy-két milliója volt már, de Rabin arra vágyott, hogy foggékat letaszítsa a trónról. És ez a vágya olyan erős volt, hogy fogait csikorgatta, ha eszébe jutott. Egy borús napon arra ébredt, hogy másnap már ismét New Yorkban lesznek foggék. Hogy eltelt a nyár. Sóhajtott szem és a feleségéhez fordult, aki apró Minnesota beli asszonyka volt. Holnap kimegyünk a polihimnia elé. Mrs. Rabin nem felelt. Amióta Bill meglógott, azóta nem szeretett beszélni se folyton hirdetéseken törte a fejét, amelyeket Bill egész bizonyosan elolvasna, s amelyek segítségével fel lehetne hívni a figyelmét arra, hogy mi módon juthat hozzá az anyja bankbetétjeihez. De Rabin lázban volt. Okvetlenül látni akarta foggot, hogy a megérkezése pillanatában már néhány epés megjegyzést kockáztasson meg és megpróbálja a konkurensét kihozni a sodrából. Már délután feketébe öltözött és kihozatta a túrakocsit. Mrs. Rabin szipákolva ült be. Szem maga vezetett, és már jókorán ott volt a külső épületeinél. A polihimnia pontosan befutott. A dokkon zenekar játszott, és az utasok egyik része, az amerikaiak partra szállt. Sam Rebing jól sejtett, ha nem is egészen jól, Archibald fog olyan sápat volt, mint egy hulla és nem látott, nem hallott, csak rohant előre a taxiállomáshoz. De szem minden élvezetét elrontotta a felesége. Mert amikor éppen fog után akart kiáltani valami olyasmit, hogy Mi az, hé? Európában hagyta a vacak harisnyáit, Archie vagy ilyesmit, akkor Mrs. Rabin megrántotta a karját. Nézd csak, nem a mi billünk az ott. Szem oda nézett. Mit képzelsz, mondta, hiszen ennek bajusza és göndör haja van. Igaz. Mondta csalódottan Mrs. Rabin, és már is elsodorta a tömeg szemmellől. Bika viadal. A farkas fél a báránytól. Már Veterton úr se fél a farkastól. A megérkezése utáni héten Mr. Fog estét adott Calverstoni barátai részére. Megjelentek bandék, grepleszakék, möjénharték, nyúkatlerék, fennerék és bak igazgató. Mr. Fogg félrehúzta grepleszak bankárt, leültette, szivart nyomott a kezébe és így szólt hozzá. Láttad a spanyolt? Mi van vele? Fog elmondta neki, Mr. Grepleszak növekvő ámulattal hallgatta. De csak nem akarod azt mondani, hogy ez a spanyol az életedre tör. Kérdezd meg tőle magától. Felelte fog úr büszkén, miért tartanám itt különben. Európában bevett szokás, hogy a vérbosszúban élők együtt mulatnak egy darabig. Különben is lehet, hogy én fogom megölni őt. Ja, ez a párbaj. De hiszen ámuldozott grepleszak bankár olyan szelíd fiúnak látszik. Szelíd? Méltatlankodott Mr. fog szelíd. Láttad volna a tőrrel a kezében, amikor éjjel az ágyam fölé hajolt. Ősrégi spanyol gyilkos grófoktól származik. Azon kívül Milánó leghíresebb torreadora. Milánó Olaszországban van, mondta Grepleszak, akinek véletlenül volt ott egy ügyfele. Akkor Valencia. De ne szólj erről senkinek. Mi sem természetesebb, mint hogy grepleszak úr felesége öt perc múlva nyúkatlerné fülébe súgta. Ez a spanyol diplomata párbajt fog vívni foggal. Nézzel szólt nyúkatlernébak igazgatóhoz, ez a spanyol a leghíresebb élő bikaviador. Feni kihívta domgom ezt a téli kertbe. Maga nem is mondta nekem, duzzogott, hogy maga olyan híres bikaviador. Imádom a torrérokat mindig tudtam, hogy csak egy torréró lehet az én férjem, uram parancsolóm. Dongom ez nem felelt, mert Bend menegger kérette. Szenyor, mondta Bend, én minden hónapban rendezek egy bikaviadalt Kalverstonban, amelyre néhány ismert torrerót szoktam meghívni Mexicóból. Óriási szerencse, hogy ön itt van. Már beszéltem Mr. Foggal. Minden pénzt megfizetünk önnek, ha fellép. De én. Semmi de én, Missis Fog lépett oda és észvesztő szemekkel nézett Don Gomezre, büszkék akarunk lenni a vendégünkre. Ó, Gomez! Rohant be hallom, hogy vasárnap indul Bika viadalon. Milyen boldog vagyok. Gomez a nyakába borult, ott mindenki előtt. Az egész társaság megéljenezte Don Gomezt. Mr. fog összetett kézzel imádkozott, ő tudta, miért. De Don Gomez fumajos sírni szeretett volna. A marha kereskedő tiszteletteljes arccal lépett be a fogművek szentélyébe. Kedves Mr. Miller, állt fel fog, a vasárnapi viadalra kellene egy új bika. Tudja, én izé a bikára fogadtam. Egy vérszomjas bika kellene, amelyik szúr, tapos, fúj és öl minden árat megfizetek érte. Miller töprengő arcot vágott. Jöjjön velem, Mr. Fogg, mondta aztán, és nem fogja megbánni. Fogg és Miller autóba ült. Calverston külvárosában egy óriási istálló előtt kiszálltak. A Dynamo nevű bika külön vasbeton épületben állott. Csak egy apró üvegablakon át lehetett látni, azon át etették is. Ennek a bikának a rekordlistája a következő: kilenc torrérót megölt, hármat félholtra taposott, huszonkettőt unalmában knokoutolt. De hát, ha most unatkozni fog? aggódott a milliómos. Don't be afraid, nevetett a marha kereskedő, már egy hete be van zárva, egész nap toporzékol. Vasárnap reggel tegyenek be valami pirosat neki, intézkedett fog, és megvette a bikát. Hazaérve igen barátságos volt Don Gomezhez. Szinte részvétet érzett iránta. Mégis fiatalember, talán van is valakie, aki sajnálni fogja. De elhessegette magától ezt a gondolatot. Ő is hidegvérrel megölne engem, gondolta, hát inkább ő legyen az áldozat, mint én. Feni, mondta Don Gomez délután, az uszodában a legjobb torreádorral is történhet baleset. Veled nem fog történni, jelentette Kifeni, Feni, mert te hős vagy. Pedig Don Gómez vérszomja és hősi kedve mind jobban eltűnt. Pláne most, amikor látta Feni karcsú, hajlékony testét, amelynek formáit a trikó inkább kiemelte, mint eltakarta. Csuda egérfogóba kerültem, gondolta, ha nem állok ki a viadalra, akkor elvesztem Fenit, ha pedig kiállok, akkor feldöf a bika. Nem sok idő volt a töprengésre. A Don Gomez ecsema jobb a többi. Fumajos szereplését a vasárnapi viadalon annyira reklámozták a lapok, a rádió és a plakátok, hogy még New Yorkból is tízezer ember érkezett az arénába. Vasárnap délben a felső lépcsősorok már körös körül feketéltek az emberfejektől. Három órakor ötvenezer ember szorongott az arénában, amely az utolsó szögig telve volt már megkezdődtek az előmérkőzések. Zene szólt és az aréna népe tombolt. Don Gomez ott ült az öltözőben, dísz spanyol ruhában, tenyerébe temetett arccal. Mögötte állt a meneggyer boldogan, feni büszkén és fogtele reménnyel. Most tehát végképp megszabadul minden lidércnyomástól. nyomástól. Don Gomez különféle csodákban reménykedett földrengésben, háború kitörésében, az összes bikák hirtelen elhunytában. De mindebből semmi se következett be. Csak Miller jött és így szólt. Mr. Fog, az a bika, amit önvett, reggel óta nem eszik, csak fúj. Don Gomez hátranézett Mr. Fogra. Mr. Fog elsápadt. Don Gomez felállt. Önvette a bikát, mi? Én, dadogta Mr. fog. Vigyázzon, hogy életben ne maradjak, Don Gomez csak ennyit mondott. Hagyjanak magamra. Én is? Kérdezte Feni. Mindenki felelte barátságtalanul Don Gomez fumajosz. Amikor egyedül maradt, térdre esett és így imádkozott. Édes jó Istenem, bocsásd meg szemrebin fiának, hogy egy spanyol hidalgó alakját vette fel ha már nem tehet csodát a bika kieresztése előtt, legalább engedd meg, hogy ha némi töréssel is, de megúszam a dolgot. Csengettek. Don ez megindult. Ide hallatszott az aréna üvöltése. Szerencse, hogy dongomez szívdobogása nem hallatszott oda. Térdei remektek, de felemelt fejjel ment ki az arénába. Irtózatos üvöltés fogadta. A banderiók és pikadorok levonultak, az aréna túlsó végén leeresztettek egy rostécs, azon kilépett a bika. Dynamo! Tépte a földet és hörögve rohant Don Gomez felé. Don Gomez szaladni akart, de lábai felmondták a szolgálatot. Felemelte a kardját, de csak azért, hogy félig önkívületi állapotban eldobja magától. Védőleg tartotta maga elé, mert a bika már rajta volt. És sok mázsás testének egész súlyával belerohant a kardba. Markolatig futott a szügyébe. Don Gomez a lendület feldobta a levegőbe, ahonnan a nehézkedés törvényeinek megfelelően csak hamar leesett. Egymás mellett feküdt most a bika és az ember. Az aréna tombolt, üvöltött és lelkendezett. Don Gomez félájultan felállt és utolsó ösztönével a kiárat felé indult. Calverston piedesztára emeli egyetlen spanyolját. Amerika az intelligens emberek hazája. Míg Európában annyi van belőlük, mint a szemét, és ennek megfelelő megbecsülésben is részesülnek, addig Amerikában azért a néhány művelt emberért igazán őrjöngve lelkesedik a tömeg. Persze, Calverston a műveltség értelmezésében nagyon helyesen európai mértéket alkalmaz. A bika viadort azért szeretik annyira, mert európai eredetű. És hallatlanul műveltnek kellett tartsák azt a Don Gómez fumajoszt, aki épp az imént bizonyult a világ legkiválóbb bikaölőjének. Maga Don Gómez félholtan feküdt az öltözőjében és szentül hitte, hogy vereséget szenvedett. Óriási meglepetésére egymás után léptek hozzá az emberek és szorongatták a kezét. Calverston lázban volt. Nem csak a nagyarányú idegen invázió miatt, ami elsősorban Don volt köszönhető. Spanyol klubok alakultak, az ószeresek még az este előkeresték spanyol jelmezeiket és óriási pénzen adták el őket gazdag kalverstoniaknak. Don Gomez bevitték a kalverstoni első közkórházba, amelynek orvosai éppen olyan kitűnőek voltak, mint az amerikai orvosok általában. D.R. Kuzir, a vezetősebész, megtisztelésnek tartotta, hogy a naphőse az ő keze alá kerül. Már a hordágyon elkezdte rázni Don Gomez kezét, és olyan boldogan rázta, hogy Don Gomez ismét elájult tőle. Azután élénkítő injekciókat adott neki, hogy képes legyen néhány autogrammal gazdagítani Kuzir D.R. ismerőseinek körét. Majd, amikor ismét elájult, lefényképezte az ágyon családja számára. Végül Don Gomez annyira rosszul lett, hogy Mr. Fog lakására kellett szállítani, mert a kórházban a rengeteg kíváncsi és néző miatt lehetetlenné vált a kezelés. Ugyanakkor, amikor Don Gomez a fogvillába vitték, Mr. Fog egy hátsó kiáraton elmenekült. Nem tudta, mit évő legyen. Elment a rendőrségre, ahol ő, mint a város leggazdagabb embere, köztiszteletnek örvendett. Mentsenek meg, lihegte Fennimore felügyelő szobájában, mentsenek meg. Ez az öldöklő ordas meg akar ölni. Mr. Rabin. Kérdezte Fenimor, aki ismerte a fog és robbing családok közötti ellentétet és tudta azt is, hogy Sam Rabin a Bika viadalra Calverstonba jött. De hogy? Jajgatott fog. Don Gomez. Vérbosszúban élek vele. Miben? Röfent fel Fenimor. Vérbosszúban. Sóhajtott Mr. Fog. Vérbosszúban. Na ilyet az öreg apám se hallott. Aztán mi az, hogy vérbosszú? Hogy mind a ketten megölhetjük egymást, amíg csak élünk. Mindjárt gondoltam, röhögött Fenimor, egy halottat ugyanis már nagyon nehéz megölni. Nézze, Mr. Fog, az a spanyol ott fekszik a maga házában, csináljon vele valamit, mi majd az egyik szemünket behunjuk. De én félek. Jelentette ki fog. Fél. Félek. Igenis, félek. Én fizetem a legtöbb adót ebben a városban és jogomban félni. Én ismerem ezt a fickót. Aki egy ilyen bikát megöl. De hát mit csináljunk? Az önfélelme nem oké arra, hogy bezárjak egy embert, aki a jog ellen semmit se vétett. A jog? Mit kell ahhoz véteni, hogy bezárják az embert? Például, pofon ütni egy hatósági közeget, tanuk előtt, vagy? Mr. Fog felugrott. Maga hatósági közeg? Kiáltotta. Igen, miért? Mr. Fog pofonvágta Fenimor felügyelőt, Két tanú is volt jelen, egy őrmester és az írnok. Két tanú látta, hogy pofon ütöttem magát, Fenimor. Maga hatósági közeg. Köteles letartóztatni engem. Fenimor zavartan mosolygott. Önnek elnézem ezt, uram. A két tanú behunta az egyik szemét, a másikon viszont nem lát. De én követelem. Önnek nincs joga követelni. De én pofon magát, és követelem, hogy alaposan bezárjon, úgy, hogy dongom ez ne férhessen hozzám. De engem nem vágott pofon. Makacskodott Fenimor, és a tanúkhoz fordult. Maguk láttak valamit? kérdezte. A két tanú csak nem egyszerre felelt. Mi, kérem, nem láttunk semmit. Fenimor elégedetten nézett a halára rémült Mr. fogra hogy ne, majd bolond lesz lecsukatni azt az embert, akitől az állása függhet. Végrendelet, Calverston nagy napjai. A vas és sejem kitermelő RT udvarain, siető emberek közt legjobban Mr. Warren sietett. Egyenesen fog irodájába sietett, de a főnök nem volt ott. De hiszen sürgősen hivatott. Bámult el Warren, a foggyárak ügyvédje. Egy néger szolga kifordult szeme kacsintgatott rá. Mr. Warren. Suttogta a néger, Mr. Fog van a régi gáztartály. Gyere velem. Fog csak ugyan egy régi, kiszuperált és élére fordított tank alatt üldögélt. Varen nem tudott hova lenni a csodálkozástól. Ne társa a száját, förmet ráfogga jogtanácsosára, új végrendeletet diktálok. Miután elosztotta a millióit és az öt éves irkafirkát provizórikusan a néger is aláírta, fog némileg megkönnyebbült. Kereszt berakta a lábát és egy rozsdás fogaskerékre támaszkodott. Dom Fumajos magyarázgatta, viadal előtt rájött, hogy én vásároltam azt a bikát, amelyik kénkövet fújt az orrából. De hát, el akartam pusztítani Dom Fumajos de De, de nem sikerült. Most ő fog elpusztítani engem. Varem felsóhajtott. Ön, mielőtt Európába ment, mondta, kitűnő, komoly üzletember volt. Most pedig bocsásson meg, de olyan vad dolgokat beszél össze. Vérbosszúban állunk. Micsoda? Az ügyvéd egyre félősebb arcot vágott. Vérbosszúban. Mi az? A vérbosszú a vérbosszú törvénye felbonthatatlan és csak a halállal szűnik meg. A vérbosszú nem ismer kíméletet, rokonságot, bocsánatot, sem részvétet. A vérbosszú szent és lovagi szabályai. Az ügyvéd el akart szaladni. Várjon! Kiáltott ráfog, el ne árulja, hogy itt vagyok. De hát ön nem mer hazamenni. Nem merek. Miért? Félek. Kitől? Don Gomez, Don Gomez eszméletlenül fekszik az ágyában. Biztos? Még mindig? Fog agyában a félelem újabb terveket érlelt. Mondja, ha én eszméletlen állapotban végzek vele, azért elítélnek. Ne felejtse el, hogy vérbosszúban állunk. Hagyjon békében, maga őrült! Az amerikai törvények nem ismernek vérbosszút. Volna szíve egy védtelen embert hm, bántalmazni. Bántalmazni? Fog felkapta a fejét, azt okvetlenül fogom. Nem sokára minden zsebéből egy revolveragy állt ki, kezében pedig az éjjeli őr serétes puskáját cipelte. Így ment végig Calverston utcáin. A Bika viadal és Don Gomez óriási sikere következtében Calverston tele volt idegenekkel. A New Yorkiak, akik vasárnap lerándultak, mind itt voltak még hétfőn is a városban, hogy meghallják a dongomez állapotáról szóló híreket. Itt volt Sam Rabin is, Mrs. Robbinggal egyetemben. Gomez teljes 24 órán átfeküdt eszméletlenül, de este felé felült az ágyban és enni kért. Miután alaposan megvacsorázott, felkelt és kiült a kertbe. Feni könnyes szemmel nézett fel rá. Olyan boldog vagyok, hogy élsz. Rebekte csak nem áhítattal. Igen, ez kellemes meglepetés, felelte Don Gomez, már haldokoltam, amikor eszembe jutott a vérbosszú is akkor. Hagyd simult hozzáfeni, most már te vagy minnyájunk szemefénye, és soha le nem mondok rólad. Nem kell most már vérbosszú. Nem kell. Sziszekte Don Gomez. De kell. Miért? csitította Feni. A bika miatt. Ezt a belzebubot az apád bérelte fel, ellenem. Annál jobb, hiszen legyőzted. És ha ő győzött volna le engem. Az lehetetlen. Lehetetlen, dongom ez legyintett, ő tudta, mennyire nem volt lehetetlen. Így is a fél arcáról lehorzsolódott a bőr és három bordája elrepett. E pillanatban benyitott a kapun Mr. Archibald fog, hét revolverrel és egy puskával feldíszítve. Amint Don Gomez odanézett és megpillantotta, felordított és nekirohant. Mr. Fog eldobta a puskát és futni kezdett. Felszaladt az emeletre és berohant a felesége szobájába. Mrs. Fog éppen öltözködött és sikítozva bújt egy rekamié mögé. Utána Don Gomez szaladt át a szobán. Mr. Fog elhaigálta a pisztolyait és kiugrott az ablakon. Don Gomez a lépcső felől került és a házigazda ez alatt egérutat nyert. Kirohant a kertkapun és majdnem felborította Robbingot és nejét, akik csodálkozva bámultak utána. Mi az? Kiáltott szem, lopják a sejem harisnyáidat. Sose bánt. Örülj neki. Azután befordult foggék kapuján. Vendégjog. Különös küzdelem. Robbingékkal senki sem törődik. Archibald fog váratlanul megállt. Nem a bátorság született meg benne a végzetes pillanatban, hanem a kíváncsiság kínoszta, mit keresnek Robbingék nála. A fog és Robbing családok sohasem érintkeztek egymással. Csak fog Archibald és Robbing szem találkoztak egyes igazgatósági üléseken. Voltak közös érdekcsoportok, de nem voltak közös érdekek, ez az amerikai üzleti élet különlegességei közé tartozik. Hatalmas vágy ébredt hogy visszaforduljon. De ha kielégíti a kíváncsiságát, ez az életébe kerülhet. Ohó! A homlokára csapott. Hiszen miért hívta Don gomez Mert amíg a vendége, addig nem bánthatja a házigazdát amíg Mr. Fog házában tartózkodik, addig nem tehet semmit Mr. Fog ellen. Archibald kihúzta magát és visszafordult. Robbingék megmondták az inasnak, hogy beszélni szeretnének a naphősével. Csak néhány szót, hogy New Yorki ismerőseiknek elmondhassák, beszéltünk vele. Az inas elvette Sam Rebing névjegyét és bevitte Don Gomeznak. Gomez elolvasta a névjegyet és azt mondta, nem fogadok. De Feni is elolvasta a névjegyet. És felébred benne a fogvér. Ezek a papa legnagyobb ellenségei. Nem szabad elküldeni őket. Hadd pukkadjanak meg az iricségtől. Mondja nekik, fordult Feni az inashoz, hogy várjanak. Igenis. Csak várasd meg őket, angyalom. Én addig átöltözöm. Jó, szívem amint Don Gomez magára maradt, feltette a fejére a lapos spanyol kalapot, amit egyik tisztelőjétől kapott és a legrövidebb utat kereste a kiárathoz. Esze ágában sem volt robbingékkal találkozni. Ez katasztrófa lenne. Feni mindent megbocsájtana neki, csak ezt nem. Feni szerelme minden csapást kibír, de azt nem vesztheti el, amiért beleszeretett Don Gomezbe. Don Gomez elhatározta, hogy egyelőre sürgősen meg fog lógni. A kerti kapu felé került. Kalapját mélyen a szemébe húzta. Sietett. Csak hogy még valaki volt, aki a kerti kaput választotta a főkapu helyett, Mr. Archibald fog. Belépett a parkba és szemben állt Gomezzel. A fiatalembert ismét elfutotta a méreg. Ez már nem komédia volt, hanem bosszú a bikáért. Don Gomez most már valóban úgy érezte, mintha vérbosszúban állna foggal. De Mr. Fog felemelte jobb kezének két ujját. Ön spanyol. Karamba. Felelt Don Gomez, hát mi? H. Ha spanyol, akkor tudnia kell, hogy amíg a kerítésem belül van, addig a vendégem is, amíg a vendégem, addig nem tehet ellenem semmit. Don Gomez leengedte a kezét. Akkor majd kimegyek az utcára, és onnan belövök. Mr. Fog elállta az utat. Fogjuk karon egymást, kedves Mr. Don, mondta, mi most a vérbosszú szabályai szerint jó barátok vagyunk. Ön, mint spanyol nemes, igazán tudhatná ezt. Don Gomez savanyú arccal engedelmeskedett. De én el akarok menni. Mondta. Soha, felelte fog, én, mint házigazda, nem engedhetem el önt. Én annyira megszerettem, mintha a saját fiam lenne. Nem egyezem bele, hogy egy tapottat is távozzon a házamból. Sőt, be fogom mutatni Robbingéknak. Jöjjön! De Don Gomez kirántotta a karját és felnevetett. Most én mondom, hogy soha. És most közlöm magával, hogy a spanyol becsületügyi szabályoknak van még egy pontja, amit ön nem ismer: ha a vérbosszúban álló házigazdának semleges vendégei vannak, akkor addig a háza vendégeké, ha a háza vendégeké, akkor a házigazda maga is vendég, már pedig egyik vendég megölheti a másikat. De Mr. Fog nem hallgatta végig a fejtegetést. Már messze az utca közepén rohant. Az elveszett gyermek. A kiábrándító valóság. Nem mind spanyol, ami fénylik. Szemrebbing bemutatkozott fognénak. Mindjárt elmondta, hogy csak azért tette meg ezt a lépést, mert látni szeretné a naphősét, a híres Torreádort. Missis fog barátságosan fogadta robbingékat, és mentegetőzött, hogy a férje véletlenül éppen nincsen itthon. A jogtanácsosához ment, mondta Mrs. fog. De szem felhúzta a szemöldökeit. A jogtanácsosa haldoklik talán. Kérdezte. Nem, miért? Mert fog rohant. Így még amerikai üzletembert nem is láttam rohanni. És hol van Mr. Gomez? Don? Javította kifogné büszkén. Egyébként e pillanatban borot válkozik. Akkor tovább várunk igazán nem mulasztom el az alkalmat, hogy egy ilyen világhírű spanyol hőst közelről lássak. Ó, nagyon érdekes ember, mondta Mrs. Fogg, valahogy egészen más, mint mi vagyunk. Minden szava lángol és a tekintete perzsel. Az ősei katalán rablólovagok voltak. Persze, bólintott szem, akiről a tapintatlanság szobrát mintázhatták volna, a kis Feni már beleszeretett. Sőt, mondta Mrs. Fogg, már el is jegyezték egymást. Jelenleg Feni szappanozza Don Gomez arcát. Szem megbotránkozott arcot vágott. Csodálom, mondta, ma már mindenki krémmel borotválkozik. Valóban, a horzsolások levitték Don Gomez fél bajuszát, és Feni most leborotválta szépen a másik felét is. Minden bajnak a nők az okai. Feni akkorákat sóhajtott, mint a tegnapi bika, és folyton azt mondta. Olyan szerelmes vagyok, mint egy ágyú. De közben leszette Don Gomez bajuszát, és ezzel a tragédia kezdetére adott cselt. Don Gomez most átkarolta és belenézett a szemébe. Szívem, mondta nagyon komolyan, emlékszel még, amikor Monte carlo pénzt adtál nekem kölcsön. Nem túlságosan megalázó ez egy férfire. Nem, szívem, mondta Feni rajongva, sőt. De én, erősködött Dongomez, attól félek, hogy te nem szerethetsz engem, mert a spanyolok mind könnyelműek és a legtöbb dzsigoló közöttük. Nem baj. De baj. Rémes, hogy te egy éhenkórás spanyolnak legyél a felesége. Éppen ez a szép. Dongomez lélektelenül merett maga elé. Mivel ábrándítsa ki ezt a lányt a spanyoloktól? A spanyolok verik a feleségeiket. Nem baj. Veri. Don Gomez földhöz vágta az ecsetet és káronkodott. Az inas sürgette őket. Don Gomez ismét meg akart lógni, de Feni belé csimpaszkodott. Belekényszerít engem, gondolta a férfi, hogy szembeszálljak robbingékkal. Mi lesz itt? Szívem, mi lenne mégis, hal? Azt hiszem, nyafogott Feni, maga mindenáron le akar engem beszélni arról, hogy szeressem magát. De én minden rossz tulajdonságát imádom. És mihelyt a felesége lettem, elkezd engem spanyolul tanítani. Jó? Jó, majd együtt tanulunk, mondta Don két kétértelműen. Izgatottabb volt, mint a bika előtt. Feni, mondta, te kitartottál mellettem, amikor mindenki más szélhámosnak hit volna. Monte Karlóban és a hajón és mindenféle helyzetben. Akkor is szeretnél, ha kiderülne rólam, hogy hogy izé -e gazdag vagyok és. Nono intette Feni, ne tett túlságosan próbára a szerelmemet. De ha azt mondanám, hogy nem vagyok spanyol. Hogy, hogy nem vagy spanyol. De szívem, ez nevetséges. Hátvak vagyok én. Képtelenség. Ha megesküdnél az ellenkezőjére, akkor is tudnám, hogy spanyol vagy, mert az ilyesmit megérzi az ember. Akkor jó. Mondta Don Gomez és karomfogva menyasszonyát, a halba ment. Most már mindegy, gondolta, minden elveszett. Bill. Sikoltott Mrs. Rabin. Bill. Kiáltott szem. Bill kérdezte Mrs. Fog. Bill? Hördült fel Feni. Don Gomez bajusz nélkül valóban nem titkolhatta el másodszor is kilétét a saját szülei előtt. Mrs. Rabin odarohant és ölelgette, Sam Rabin ellenben dülöngélt a nevetéstől. De Feni szemei villámokat szórtak. Letépte az ifjút anyja kebeléről. Hallja! Rivalt rá hát maga Bill Rabin. Yes, mondta Bill érthető alázattal. Nem spanyol nemes. Nem. De ha megesküdnék rá, hogy nem, maga akkor is tudná, hogy spanyol vagyok. Mi? Az ilyesmit megérzi az ember. Novárjon. Feni elrohant. Senki sem értette -e pillanatban, hogy miért és hova. De a viszontlátás pillanatában nem is sokat törődtek vele. Hol voltál mostanáig? Kérdezteszem, aki hasztalan próbált szigorúnak látszani. Élete legszebb pillanata volt, hogy a világhírű spanyol torreador, akit foggék fedeztek fel, nem más, mint az ő fia. Mikor már másodszor ültem az irodában, mesélte Don Gomez, mint rendes tisztviselő, azt mondtam magamban, elég. Tudtam, hogy ti sohasem egyeznétek bele, hogy Európába menjek, hát meglógtam valami pénzt össze tudtam szedni, de az elúszott Monte carlo -ban. Ekkor találkoztam Fenivel. Azt mondta, hogy a játékterem tele van amerikaival, azért jött ki, ugyanis utálja az amerikaiakat. A részletekkel nem fárasztalak, miután úgyis mindjárt megérezte rajtam, hogy spanyol vagyok, hátráhagytam. Egymásba habarodtunk, de az öreg fog hallani sem akart európai vőről. Viszont épp ez volt a pokoli, ha megmondtam volna neki, hogy nem vagyok európai, hanem Sam Rabin fia vagyok, akkor pláne hallani sem akart volna rólam. Hiszen ti ketten ki nem állhatjátok egymást, amit bizonyos mértékig mindkét részről meg tudok érteni. Na hát, folytatta aztán, jött Feni a vérbosszúval, amit egy könyvben olvasott és a vérbosszú eddig remekül bevált. Mondhatom, tartós üzleti kapcsolatok létesítése céljára nem ismerek jobb eszközt a vérbosszúnál. Na és a bika? Kérdezte Mrs. fog, akinek kezdett tetszeni ez a fiatalember. Pál henceget Bill, mi az egy farkasnak? No de ha megölt volna? Sóhajtott Mrs. Rabin, aki viszont most kezdett megijedni. Engem, Bill legkatalánabb arcát vette fel, jegyezd meg, anyuskám, egy katalán nemes nem halhat meg, amíg a vérbosszút be nem fejezte. E pillanatban egy váza repült Bill fejének. Fog magára talál. Feni a Calverstoni kávéházban találta meg az apját. Ott kuporgott a pénztáros nő háta mögött. Feni előrán cigálta. Papa, Kiáltott lihegve és fúria szemekkel, gyere! Tudod, kicsoda dom ez! Fog el volt készülve a következő fordulatokra. Párizsi tömeggyilkos. Spanyol trónörökös. A Düsseldorfi rém. Al Capone. Adófelügyelő. Vámpír. De teljesen váratlanul érte az igazság, amit e pillanatban hallott. Don Gomez nem más, mint Sam Rabin fia. Fog megmerevedett. Nem fogta fel mindjárt e szavak teljes jelentőségét. Lassan felemelt egy dákót és kezébe fogott egy vázát, amely a pénztárosnő előtt állt. Kiszórta belőle a virágokat. Kirohant az ajtón. Fenig, mint Mephisto, utána. Az a fog, aki most dákóval és vázával belépett a saját hajába, már nem a régi fog volt. Egy királytigris vérszomja tombolt benne. A váza ezer darabra tört bélfején. Hármat ráúzott a dákóval. Nesze, vérbosszú! Nesze, vérbosszú! Dongomez! Vérbosszú! Csonkatőr! így artikulátlanul, hebegett, ütött, vert, csapkodott. Don Gomez Rabin rémülten menekült. Fog utána vágta a dákót és felkapott egy széket. E pillanatban azonban a csendes és szomorú Mrs. Rabin felállt fog háta mögött, felemelte a dákót és fejbe vágta vele foggot. Az anya előtt meri ütni a fiút. Kérdezte Mrs. Rabin és újabb ütést mért fog fejére. Általános verekedés tört ki. A verekedés hevében senki se vette észre, hogy Fanny és Bill eltűnt a csatatérről. Mrs. Fog szorongatott férje mellé ugrott. Villámgyors pillantással felmérte az asztalt, felkapott egy szódás üveget és Mrs. Rabin nyakába zúdította a tartalmát. Sam Rabin kiütötte a kezéből az üveget. Mrs. Fog felsikoltott. Archibald melbelökte Robbingot. Robbing hozzávágta a botját. Most mind a négyen belekapaszkodtak a botba, és négy felé rángatták. Berohant az inas, és bőszülten vetette magát a gomolyakba. De Mrs. Fogvakon csapkodott maga körül, és tolta az inast. Csak hamar lihegve terültek el szanaszét a szobában. Gyilkos dűvel néztek egymásra, de a tréning hiány következtében olyan fáradtak voltak, hogy már csak a szemükkel tudtak hadakozni. Ez alatt Feni és Bill békésen tárgyaltak a kertben. A mai generáció díszpéldánya lévén megvetették a szenvedélyes kitöréseket, ők a higgadt és tárgyilagos megbeszélés hívei voltak. Feni hidegen nézett bilire. Don Gomez mondta gúnyosan. Bill lehorgasztotta a fejét. A spanyol pampák farkasa folytatta a lány ugyanígy, magától fogok én spanyolul tanulni. A férfi még mindig nem felelt. Az uszodához értek. Fürödjünk, mondta Bill. Minek? Kérdezte Feni. Mert amíg a kraúja működik, addig a szája tele van vízzel és hallgatni kénytelen. Levetkőztek az úszoda egyetlen kabinjában sa medence szélére ültek, egymás mellé. Bill teste csupa kék, sárga és zöld folt volt. A kékek a mai foltok, mondta csendesen Bill, a sárgák és zöldek a tegnapiak. A bikától tette hozzá Feni. Igen. Azért szép volt azt hinni, hogy magadongom ez ecsemajó esztedal brakka mitonya heresz hogy tudott ilyen hosszú nevet kitalálni? Ha az ember szerelmes, mosolygott szerényen Bill, sok mindenre képes. De milyen nevet adtunk volna a gyerekünknek? Bill elgondolkodott. Ha fiú lett volna. Vagy ha lány lett volna. Ha kilenc lett volna, sóhajtott feni. Bill tanácstalanul nézett a vízbe. Amíg én ezt a nevet kilencszer elmondom, addig odabent agyonütik egymást. Bementek fürdőtrikóban, Mrs. Rabin Mr. Robbingot borogatta már, Mrs. Fog pedig Mr. Foggot. Ne bántsák egymást, mondta Feni, mert mégis úgy határoztam, hogy Don Rabin felesége leszek. Soha! Dörögte fog! Ezzel a családdal nem óhajtok közelebbi nexusba keveredni. Azt elhiszem, mondta Rabin, az előbb ugyancsak futott a család egyik tagja elől. Elég volt, szem. Mondta Mrs. Rabin, nem akarok újabb nézeteltérést, mert már alig van jód az üvegben. Ha a fiatalok szeretik egymást. Soha. Majd adok én nekik vérbosszút. Kiáltotta Archibald fog. Végrendeletet csináltam. Gáztankban laktam. És rám szabadította az Egyesült Államok legelszántabb bikáját. Elég! Legyintetszem, ha maga bosszút akar állni a fiámon, akkor csak adja hozzá a lányát. Ennél kegyetlenebb bosszút úgy sem fog kitalálni soha. Vége